A vasúti átjárók állapota miatt van szükség a karbantartási munkákra, amelyekkel a vasúti és a közúti közlekedés biztonságát egyaránt javítják. A felújításban érintett átjárók nagy teherbírású, fokozott igénybevételnek is megfelelő, korszerű burkolatot kapnak. Ez azonban némi korlátozással jár. Az 5-ös út szegedi szakaszán a Szabadkai úti vasúti átjárónál július 31-én kedden 8 órától, augusztus 9-én 18 óráig teljes útlezárás lesz. Ebben a vasúti átjáróban csak a gyalogos forgalom biztosított. A Röszke felé, illetve Röszke irányából közúton közlekedők a sárga színű útirányjelző táblákat követve az 502-es számú reptér melletti út, 55-ös számú főút Bajai út, Móra városi körút, 5-ös számú főút, Szabadkai út útvonalok keresztül érhetik el úti céljaikat. Az Újvidéki Postás és Gera Sándor utcában a terelés időtartama alatt tilos lesz parkolni, mert a szegedi helyi buszjáratok ideiglenesen ezen az útvonalon közlekednek majd. A Szabadkai úton a Palánkai utcai kereszteződés előtt ideiglenes buszmegállót alakítanak ki. A szegedi rendező pályaudvaron és a Tompa kapu útnál lévő vasúti átjárót augusztus 1-én 8 órától augusztus 8-án este 6 óráig zárják le. A közúti forgalom a vasúti átjáró melletti terelőúton félpályán haladhat majd jelzőlámpák irányítása mellett. A vasúttársaság az arra közlekedők türelmét kéri, hiszen a fejlesztésekkel mind a közúton, mind a vasúton közlekedők kényelmét és biztonságát szolgálják. Hangsúlyozzák, a munkálatok a vonat közlekedést és az utasforgalmat nem befolyásolják. A vonatok zavartalanul közlekednek majd.